和匈牙利，两个国家风景秀丽且自然资源丰富，都秉持着绿水青山就是金山银山的理念。不同的是，匈牙利不仅百年来一直致力于保护本土生物多样性和维护自然原生态，并且环保的理念也充分地体现在匈塞铁路的建设过程中。匈牙利多是平原和湿地，很多迁徙动物不远万里都把这里作为栖息地，其中就包括匈牙利的国鸟大宝鸟以及公家一级保护动物白尖雕等。匈塞铁路上海局建设团队管段内有多个自然保护区，他们与匈牙利环境和自然保护部门 GISCOSAC 国家公园密切合作，确保环境施工得到严格监督和批准。Szóval a projektnek kiemelt feladata az élőhelyeknek a védelme, és ezen kívül a projekt haladási sebességével ezt folyamatosan mérlegeljük, hogy mekkora élőhely pusztítást okoznánk. Épp ezért, amikor kialakulnak a kivitelezés során élőhelyek, akkor ezeket megpróbáljuk a lehetőség szerinti legnagyobb védelemben biztosítani. És mint látszódik, ezen a területen mint a favágást, mint a környezet károsítását, mint az indokolatlan zajokozást, azt minimálisra tudtuk szorítani. Így valamennyi munkálatunkat azt a nemzeti parkkal egyeztetve csináljuk, hogy semmiképpen ne okozzunk károkat a nemzeti park területén, az élő világban. 在匈牙利，这种有意识的保护行为让我们更深刻认识到人与自然和谐相处的重要性，同时也为未来的环境保护工作提供了可借鉴的经验。匈牙利是一个非常重视生物多样性的国家，为了给鸟儿们营造一个安全的繁衍场所，匈塞铁路电气化局建设团队主动停止相关区域的施工，真正将保护生物多样性摆在首位。在设计之初，已经考虑在接触网系统中设置防鸟驱鸟警示或装置。Kint vagyunk a munkaterületen, a Bube projektnek több szakasza is keresztül hajt, illetve érintünk kiemelten természetvédelmi területeket, ilyen például a Kiskunsági Nemzeti Parknak is a területen. Itt kiemelten fontos, hogy a teljes projekt időszak alatt óvjuk a terület flóráját és faunáját. Jelenleg Böszörnél vagyunk, és itt parti fecske fészkeléseket észleltünk. A parti fecske itthon egy nagyon hasznos és kiemelten védett madárfajunk, úgyhogy igyekszünk nekik a lehető legjobban biztosítani a fészkelési körülményeket. Ezen a szakaszon ilyenkor korlátoznunk kell a munkavégzést. Augusztus elejéig biztosan, akkor pedig természetvédelmi szakfelügyelettel ellenőrizzük, hogy megkezdődhet-e újra a munkavégzés, elbonthatóak lesznek-e a fészkeink. 在匈塞铁路的施工现场，不仅可以看到忙碌作业的建设者们，还能目睹成群结队的燕子在此筑巢繁衍生息。匈牙利对于水系的保护也是至关重要的，施工过程中尤其注意对施工机械经过水域附近的围挡保护工作，避免渣土掉落河道内，防止影响河流的正常运行，同时在铁道下方建设涵洞，在方便排水的同时也保证了列车运行后野生动物穿行铁道区域时的生命安全，大大减少因修建铁路对野生动物的影响。施工过程中对古文明遗迹的保护也必不可少，匈塞铁路中铁九局建设团队在土建作业时积极配合国家考古工作。Komoly régészeti feltárások segítettek abban, hogy a nyomvonal által érintett területen az egyes örökség és régészeti értékek biztonságba kerüljenek. 考古的同时也不忘考虑到对野生动物和环境的保护，匈塞铁路也必将是一条绿色之路。绿色
不仅仅是一种选择，更是一种责任和担当。匈塞铁路建设的环保和施工经验，正实践着绿色匈塞的理念，推动着更加美好的未来。